Sziasztok, sziasztok! Remélem Gábor Lázs, itt a CES 2018 kiállításra vagyok egy új Sony mobillal, méghozzá az XA2 Ultra van a kezemben. Azért Ultra, mert nagyobb, 6 incses, mint ahogy az XA1-ből is már volt Ultra, meg nem Ultra. Itt nagyobb a képernyő, és ebben 2 kamera van, ez a nagy különbség, a Shibában nincs 2 kamera. Itt látjátok, az arany színben van a kezemben, 4 színben lesz kapható, még van ilyen szürke, amit ott látok a háttérben, van egy sötétkék, ami ott egy férfi éppen nyomogatja egy kicsit, és van egy rózsaszín is, amit majd később bemutatunk külön videóban. Tehát elől is van kis lámpánk, van egy 8 vagy 16 megapixeles kameránk, így tudunk széles látószöget is szépen forgatni, és a 16 megapixelesnek van egy optikai képstabilizátora is elől, is persze benne. Hátul amúgy mind a XA2-nél meg az Ultrának is 23 megapixele van, egy kis lámpa van itt is, és itt van az ujjelmetolvasó, és egy gyönyörű szép fémházban van az egész Xperia felirattal rajta. Oldalt ki is bekapcs gomb ilyen kerek, hangerőszabályzó, tetén van a fejható csatlakozó, mikrofon, és itt alul egy USB-C, és egy hangszóró, és még egy mikrofon. Látjuk, hogy kicsit kerek itt a közepe felé, így kényelmesebb tartani, mert nem egy sima lap van így a kezünkben, ami kellemes a tapintása, hogyha így tartom ugye az ujjam alatt van, akkor nem érem el a tetét, de persze a 6 inches telefonoknál ez már csak ilyen, és itt van egy külön dedikált kameragomb is, ezt nem is mutattam meg, úgyhogy ennél a Sonynál is persze a kamera, a fotózás a lényeg. 3580 mAh-es aksi van benne, 3 GB RAM, 32 GB belső tárhely és egy Snapdragon 630-as processzor, ami azt jelenti, hogyha belemegy a kamerába, ez akár 4K-ban is tud videófelvételt készíteni, hogyha itt átmegyek egészen jobbra, itt kiválasztom a 4K opciót, akkor persze optikai képstabilizátorral szépen tudok akár egy 4K videófelvételt is készíteni. De csak a hátsó kamerával. Ha az első kamerát akarom használni, akkor itt megint visszamegyek a sima fotóba, vagy videóba. Ops. Ez van manuális lehetőségünk is. Itt nagyon sok mindent be lehet állítani, ezeket már ismerjük. Most átmegyek a sima fotó felületre, és simán tartom így, akkor csak lehúzom itt ezt a kis részt, akkor át tudom váltani első kamerára, ahol látjátok, hogy most éppen a sima 16 megapixeles kamerát használom, ahol éppen, hogy beleférünk a Dáviddal. Hogyha meg ezt átom be, akkor látjuk, hogy széles látószögben sokkal több fér bele, és persze nagyon szépen jó minőségben lehet így is fotózni akár egy selfit. Vannak további beállítási lehetőségek, persze itt lent, mint mindig, hogy majd 4x3 vagy 16x9-ben akarom fotózni, vagy akár, hogyha átmegyek videóba, akkor a Full HD, meg más, Full HD és más felbontás között lehet választani. A hátsó kameránál, meg az elsőnél ugyanígy, max Full HD 60 FPS-et, hogyha nem csak 4K-t, 30 FPS-re válaszunk ki, és amúgy tud akár 120 frame per másodperccel is slow motion-t aztán felvenni. Itt. Ahhoz elkindulnak a kamera applikációnak, ez még nem volt elindítva. Elnézést, maradjunk benne. Ups, most például bezártam. És rég nem használtam Sonyt. Választjuk ki. És akkor itt elvileg 120 képen másodpercet tudunk majd szép felvételeket csinálni ebben a kameramódban. Különben Android 8.0 van rajta, ezen is Oreo majd márciusban jelenik meg. 449 euróért, de amúgy 349 euróért lehet az XA2-t is venni, hogyha nem kell a dual kamera megoldás, egy kicsivel kisebb, 3600 mAh-rel, 5,2 incsen, az is nagyon szép. Hogyha mindjárt bemutatom nektek a XA2-t, ott összehasonlítom egymás mellé, és meg tudom nektek mutatni a méretbeli különbséget, úgyhogy azt a videót is nézzétek meg. Itt a CES 2018 kiállításról, ez volt a rövid bemutató, remélem tetszett, több minden most nem akarok mutatni, mert különben persze standard Android felület van rajta. Köszönöm, néztetek, velem Gábor Lázs, és legközelebbig.